Misó, kedves Ágnes, kedves emlékeim, szeretettel köszöntünk benneteket a Vajda Mihály filozófiájáról szóló konferencián. Misónak megígértem, hogy nem propagálom a konferencia apropóját, és mindenki úgy gondolja, hogy az ő 50. születésnapjára van ez a konferencia, ami így is tűnik. A Pécsi Filozófia Doktori Iskola kortárs magyar filozófusok címmel sorozatot, konferencia sorozatot indított. Miért van szükség egyáltalán ilyen sorozatra? Kortárs magyar filozófusokra indítottunk sorozatot azért, mert úgy gondoljuk, hogy a filozófia az gondolkodás. A filozófiában a gondolkodás tükröződik, egy kor gondolkodása. A filozófiáról azt szokták mondani, hogy ez egy nemzetközi dolog, ám nagyon fontos, hogy egy adott országon belül milyen filozófusok vannak, min gondolkodnak, hogyan gondolkodnak, hiszen az arról ad híradást, hogy milyen témák foglalkoztatják itt az embereket. Lehet, hogy nem a hétköznapi értelemben, de olyan átfogó kérdések kerülnek a filozófusok munkái révén napvilágra, amik esetleg a hétköznapi rohanásban nem kerülnek úgymond reflektálásra, nem gondolkoznak rajta, holott benne vannak a korban. Tehát én azt hiszem, amikor a kortárs magyar filozófusokkal és róluk konferenciát rendezünk, akkor önmagunkról, a magyar társadalomról, a magyar gondolkodásról, vagy a közép-európai gondolkodásról rendezünk konferenciát, ami egyszerre segíti az önismeretünket, és ugyanakkor történeti dokumentum is egy következő nemzedéknek, vagy a most felnövekvő fiatal nemzedéknek, hogy hogyan gondolkoznak azok, akik előttünk járnak néhány évvel. Annak idején azt a politikai, kulturális környezetet, amikor a filozófiát, mint szakmát választotta, professzor úr, hogyan élte meg, és hogyan éli meg ma? Választaná-e szakmaként a filozófiát? Nem választottam, én azt belekerültem. És a környezet, hát Isten tudja, nem voltam tisztában vele, hogy milyen a környezet. Naív voltam még, amikor filozófia szakos hallgatóvá váltam. Nagyon naívan fogtam hozzá az egészet. Alapjában véve a társadalom érdekelt, amelyben élek, és amelyet egyre kevésbé értettem, hogy ezt a filozófián keresztül kell megérteni. Nem tudom, honnan szedtem ezt a butaságot, de minden esetre szedtem valahonnan. És aztán, hogy megtetszett nekem, ami hosszú idő után tényleg kezdtem filozófiát is hallgatni, meg filozófiát hallani, meg filozófiát csinálni. Úgyhogy az egész úgy spontánul alakult, ahogy alakult, és nem volt ebben semmiféle tudatos választás, hogy na, már pedig én filozófiát fogok tanulni az egyetemen. Szó sincs róla, nem is hiszem, hogy egyáltalában gondolkodtam volna ilyesmiben annak idején. Egy nagyon más világ volt. És hogy most újra választanám-e, erre se tudok egyértelmű választ adni. Nem, megmondom, én nem tudok választ adni, mert az a kérdés, hogy mit értünk a filozófián. Ha ezt nagyon szoros értelemben szakmaként kezeljük, mint valami hát sajátosan filozófiai tudományosságot, akkor biztos nem választanám, mert az nem érdekel engem. Szóval az mindazok a kérdések, amelyek valamilyen módon egy tudományos választ kívánnak adni kérdésekre, amelyek állítólag filozófiaiak. Ezáltal rögtön beszűkítjük a tradicionális filozófiai kérdezést, mert azt tudomásul kell vennünk, hogy ott a leglényegesebb kérdésekre soha nem fogunk tudni adni. Nem egy tudományos válasz, tehát egy olyan értelmű válasz, ahol a válasz valamilyen értelemben
a maga igazság szempontjai szerint ellenőrizhető, tehát az ellenőrizhetőség az hozzátartozik a tudományossághoz. Olyan fajta állítások, amelyek nem ellenőrizhetőek, mégsem nem is cáfolhatóak, hanem vagy elfogadjuk őket, vagy nem, vagy mondjuk ki nyíltan, hiszünk bennük, vagy sem, azok nem tudományos kérdések. Na már pedig számomra a tradicionális filozófiai kérdések közül azok az érdekesek, amelyek nem igazol, amelyekre adott válaszok nem igazolhatóak, nem cáfolhatóak, ahol tulajdonképpen hát a világra való rálátások, világszemléletek ütköznek egymással, azok a kérdések, amelyeknél hát ugye fönnáll a reménye annak, hogy azokon a kereteken belül, ahogy általában a tudományban igazolható állításokat, vagy cáfolható állításokat teszünk, amelyek igazolhatók, vagy cáfolhatók, nem izgatnak engem. Hát ezek nagyjából tudományelméleti, meg logikai, legjobb esetben is ismeretelméleti kérdések. Ezek nem izgatnak igazán. Jól tudom-e, hogy Heller Ágnes és Vajda Mihály első találkozása egy tanár-diák viszonyra épül? Igen, ezt jól tudja. Annak idején, 1955-ben Lukács Györgyszor megkérdezte az akkor illetékes pártkulturális vezető, hogy hajlandó lenne valakit elküldeni az akkori Lenin intézetbe, mert azok a diákok csak leninizmust hallottak eddig, és fogalmuk sincs a filozófiáról. Úgyhogy Lukács engem választott ki, tehát elmentem a Lenin intézetbe, és eldöntöttem, hogy Spinoza etikájáról tartok szemináriumot. El is kezdtük a szemináriumot, mindenki hallgatott. Voltak éppen úgy éreztem, hogy süketfüleknek beszélek, de egyetlen ember ott volt, egyetlen fiatal gyereknek vörös volt a haja, aki reagált, akit érdekelt a dolg, és aki okos dolgokat mondott. Úgyhogy azt mentem az akkori férjemhez, és azt mondtam neki, Pista, te, ezek rettenesen buták, de van ott egy vörös hajú fiú, az nagyon okos, abból még lesz valaki. Ez volt Vajda Misu. A Lukács Györgyöt követő budapesti iskola. Mi volt ennek az iskolának a közös jegye? Mitől volt közösség ez a társaság? Hát megmondom, az attól volt közösség egy, hogy ragaszkodtunk az öreghez, kettő, hogy ez egy nagyon személyes baráti társaság volt, három, hogy hát, ami aztán nekem egyre nehezebbé vált, megpróbáltuk a kérdéseket úgy megközelíteni, hogy végül is mindannyiunk számára elfogadható, hát álláspontra helyezkedjünk. Lukács György közvetlen tanítványainak négy embert tartanak, manapság Heller Ágnest, Fehér Ferencet, Márkus Györgyöt és Vajda Mihályt. Miért pont ezt a négyet, és egyáltalán ezt a négyete lehet tekinteni, Lukács? Azért pont ezt a négyet, mert Lukács ezt a négyet tekintette annak. Ugyan ezek közül én voltam az első, aki tanítvány lettem, hiszen én vagyok a legöregebb, és Lukács szemináriumot hallgattam már 1947-ben és 48-ban is. Többiek későbben jöttek, mert fiatalabbak voltak nálam, de Lukács ezeket tekintette a tanítványoknak. Mikor a Times Literary Supplementben írt egy cikket a Budapest iskoláról, akkor ezt a négy embert említette meg. Tehát nem kérdés, hogy akit Lukács a saját iskolához tartozónak említett, vagy ismert el, azok tartoznak elsősorban ehhez az iskolához. Aztán persze voltak Lukács unokák, a tanítványok tanítványai, azokból is egy vagy más, elég sokan, nagyon jelentős filozófusok, gondolkozók, szereplők, közszereplők lettek. Ez kétségkívül így van. Én azonban, hogy a budapesti iskolához ez a négy ember tartozott, ez kétségtelen. Most Lukács tanítványok azonban, az egy tágabb fogalomkör, tágabb kategória, mint a budapesti iskola. Lukács tanítványok voltak korábban is, az első Lukács tanítványok közé még Sziget József és Király István is hozzátartozott, azok, akik elsők voltak azok közül, akik őt elárulták, az ott az első gárda, azt hiszem a második gárda, a harmadik gárda. A budapesti iskola
voltak ebben a harmadik és negyedik Lukács tanítványi gárda között helyezkedett el. Én még benne voltam harmadikban, aztán kerültem a negyedikbe, a többiek pedig a negyedik gárdához tartoztak. Az ötödik gárda volt a Lukács unokáknak a gárdája. Lukács György közvetlen környezetéhez mennyire egyenes út vezetett? Hát elég egyenes út vezetett, egyszerűen azon oknál fogva, hogy ha már bele csöppent az ember ebben az országban annak idején, a nem olyan sokkal 56 után vagyunk, belecsöppent a filozófiába, akkor hát és próbált keresgélni, hogy hol történik itt valami, hát értelmes, és ez van még nem, messze nem marxizmus kritika volt, hanem akár csak a marxizmuson belül értelmes, akkor szinte magától értetődően bukkant rá Lukácsra és a tanítványaira. Más nem volt. Ágnesnek van-e valamilyen tudomása arról, hogy Lukács György mit tekintett kritériumnak, hogy a tanítványai közé soroljon valakit? Ez korszakonként különböző volt. Alapjában két kritérium volt fontos számára. Az egyik, hogy valaki milyen filozófus, a másik, hogy hülye hozzá. Ez a hűség milyen értelemben? A hűség abban az értelemben, hogy elárulja őt a pártnak, vagy pedig nem árulja őt a pártnak. Nagyon furcsa volt egy olyan ember részéről, aki párt hűnek tartotta magát, és ősi kommunistának, de amikor arra került a sor, hogy valaki hű maradjon a párthoz, vagy inkább hozzá, akkor természetesnek tartotta, hogy az emberi becsület megköveteli, hogy valaki a tanárához legyen hű, és nem a párthoz. Nagyon furcsa volt az ő jellemében, mert voltak éppen egyesítette a kommunista funkcionárius a velejék tisztességes patríciusnak az etikájával. De ez a kettő hogy fért össze, erről lehetne hosszasabban beszélni. Melyik volt Lukács Györgynek az a karakterjegye, ami leginkább vonzotta, mint embert? Na most itt ez is egy nagyon bonyolult kérdés, mert ugye annyit tudott egy egész fiatal ember, hogy hát, ha itt valaki termékeny, és ír olyan műveket, amelyek valamilyen értelemben hát izgalmasak, érdekesek, és reális kérdéseket vetnek fel, az a Lukács. De személyesen, amikor megismertem őt, akkor mégis egy másik emberre bukkantam, mert az írásai, amelyet ő nem is a marxista fordulata után, hanem a marxista-leninista fordulata után, és még ez sem pontos, hát létrehozott és alkotott, azok egyre jobban távolodtak tőlem tartalmilag, egyre kevésbé voltam képes velük mit kezdeni. Ha mit tudom én, az észtromfosztása, az maga volt a horror számomra, hogy egy ember, aki ilyen fiatal korában ezekkel a szerzőkkel foglalkozott, és milyen érdekesen és okosan, az hogy képes ennyi sületlenséget összehordani róluk. De ennek semmi köze nem volt a hozzáfűződő személyes kapcsolathoz, mert ő, mint a maga személyében valamilyen értelemben sugárzott magából valamit, amit úgy tudnék a legkönnyebben elemezni. Erről beszéltem a Pécsért is a konferencián, hogy a gondolkodásnak, mint olyannak a megbecsülése és a tisztelete. Akkor is, hogyha egy ilyen dogmarendszer, mint a marxizmus, nagyon is beszorítja a gondolkodás lehetőségeit, de azon belül működtetni az agyunkat, odafigyelni, megpróbálni a kérdéseket föltenni, megpróbálni valamilyen válaszokat adni rá, és így tovább. Amikor az a mondat szerepel, ugyanazon kötet előszavaként, vagy előszavában, amelyben a Lukács nem létezik filozófusként mondat is oly hangsúlyos, hogy Lukács mégsem ereszt, mindmáig nem ereszt, akkor valamilyen értelemben nem is tartalmakról, nem is magatartásról volt itt szó. Igen sok negatívat elmondhatunk Lukács életének negatívumairól, de egy viszont biztos, hogy belőle nem a késői írásaiból, a késői írásait én ma, mint
professzionális feladatot sem tudom olvasni. Mondom őket, nem az, hogy kritikai ellenvetésem lenne, az embernek minden szöveggel kapcsolatban lehet, nem érdekelnek, mint szövegek. Ezzel szemben a személyisége, akivel hát volt ekkor a tényleg nagy szerencsém kapcsolatban lenni, az, ami nem ereszt, ami hat, aki, szóval az a szenvedélyessége, hogy a filozófia az nem professzió, hanem hogy az nem lehet, hogy az ember elindult ezen az úton és feladja. És ebben az összefüggésben tulajdonképpen azt hiszem, hogy mindegy, hogy az öreg mit beszélt. Ez jelen volt az ő legkorábbi gondolkodásában is, ez az elkötelezettség a gondolkodásnak. Nem tudok más csinálni, mint jól vagy rosszul, de megpróbálom elgondolni azt a világot, amely körülvesz engem. Ez az elkötelezettsége a gondolkodás iránt, ez az, ami nem ereszt. Ez az, ami a Lukácsnál olyan fascináló, és biztosan ez az egyetlen magyarázata annak, hogy egy ember, aki ilyen rémségeket mondott, mint a legrosszabb szocializmus és jobb a legjobb kapitalizmusnál, hogy ennek az embernek a környezetéből kritikai gondolkodás, nagyon is határozottan és egyértelműen kritikai gondolkodás nőtt ki. Tehát itt kiderül valami, ha Lukácsról beszélünk, hogy tartalmak természetesen fontosak, de a filozófia az valahogy egy a személyiségnek a kérdése, és most hogy lehet ezt megtanulni valaki, de nyilván nem lehet megtanulni senkitől, de az ember egy ilyen ember környezetébe kerül, mint amilyen Lukács volt, és ez az ember őt megragadja, akkor ez egy életre szóló valami, és éppen ezért bármilyen durvák is néha a kritikai megjegyzéseim az ő, hát tartalmi, a munkásságának tartalmi részét illetően mindig szükségesnek tartom azt is hangsúlyozni. Ezt az embert szerettem, és tanultam tőle valamit, ami nekem fontosabb, bármiféle, hát filozófiai tartalom. Nem az általános, hanem az egyedi érdekel, a jogosult kivétel érdekel, mert azt hiszem, és hát persze ez most egy rohadtul általános megállapítás fog következni, hogy hát minden egyes emberben, a legunalmasabb, a legérdektelenebb emberben is van valami sajátos, amit érdemes megfigyelni, leírni, összefoglalni. Na de akkor hogy kell ezt csinálni, ha az ember nem regényíró? Vajda Mihály fogalomkészletében jelentős szerepel bír az egyediség, ahol gyakran művészi példákat hoz, regényírói példákat hoz. Lehetett volna regényíró? Nem lehetett volna regényíró, nincs hozzá tehetsége. A mindenhez tehetség kell, neki filozófiához van tehetsége. Különben nincs ahhoz se tehetsége, az egyesről írjon. Az egyesről írni még ha nem is író az ember, kritikusi tehetségre van szükség. Az, hogy csak arra az egyesre koncentráljon. Vajda Mihály mindig az általánosra koncentrál. Őben számára mindig az általánosra fontos, az igazán érdekes. És ezért akkor is, ha egyedül ír, az olyan, mint egy trambulina számára. Ugye toppan egyet az egyesen, és azonnal fölrepül, és már az általánosságokban gondolkozik. Ilyen a tehetsége. Ezzel ellen kell caplizni. De akkor biztos utánozni kell a Kierkegaardot, mert az mindig ezt a játékot játszott, tehát azért folyton ilyen félig regényeket, meg mit tudom én, micsodákat, mert amikor leírta általánosságban a teóriát, akkor valószínűleg ezt érezte, hogy jó, de hát most nem beszélsz, már megint unalmas vagy. És akkor jött egy történet. Ma például úgy érzem, hogy ahogy én a filozófiát eddig csináltam, az bizonyos, hát
kielégülést okozott a számomra, de én ma még tovább lazítanék ennek a szigorúságán, és szívesen mennék inkább szép irodalmi irányba. Filozófiailag is meg tudom indokolni, hogy miért, mert ugye írtam is ilyen esszéket, meg egyes könyveimből világosan kivehető, hogy a puszta általánosság nem érdekel, engem mindig a konkrét, az egyedi izgat és érdekel. Ez a konkrét, egyedi, ez, hát hogy mondjam, ez csak irodalmilag írható le, erről nem mondhatok semmi, ami hát egy ilyen diszkurzív kicsit tanulmányszerű valami lenne. Na jó, de hát a másik oldalon meg az ember egy életen át ilyen teoretikus általánosságban mozgott, akkor nem olyan könnyű átalakítani a dolgot, és hát elkezdeni szépírni. Hát azt hiszem, semmi tehetségem nincs hozzá, de... Volt ennek konkrét kísérlete? Hát olyan értelemben konkrét kísérlete, mondjuk írjak egy regényt, abban az értelemben nem. A fiókban lehet, hogy ott lapul egy. Nem lapul, sehol semmi nem lapul, hanem egész egyszerűen irodalmiasan próbálni megírni bizonyos dolgokat életemben, azzal, hogy most már folyamatosan kísérletezem. Játékossá tenni az egészet, és így tovább. De egy hagyományos értelemben vett regény nem tudnék megírni, abban biztos vagyok. Vagy de mindig a végső kérdésekről beszél. Hát ez azért mondtam, hogy az egyesre való koncentrálás nála bizonyos fokig öncsalás. Mindig, akármiről beszél, mindig azonnal a végső kérdésekről van szó. És a végső kérdések metafizikai kérdések. Vagy de abban különbözik a metafizikusoktól, ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, de nem ad rájuk választ. A metafizikusok adtak rá választ, azt hitték, hogy tudnak mindenre választ adni, vagy de tudja, hogy nem tud választ adni, nem is kísérli meg, hogy választ adjon, de ugyanazokat a kérdéseket teszi fel. Mindig a végső kérdéseket. Nagyon tiszteletre méltó. Én egy nagyon komoly etikai hozzáállást, egy nagyon komoly etikai attitűdöt érzek a műveiben, talán ez a legfontosabb. Nem fog ő talán soha egy rendszeres etikát írni, bár úgy tudom, hogy egy etikai enciklopédián, vagy egy etikai szótár kidolgozásán gondolkozik, lehet, hogy ezt meg fogja tenni, ha ezt megteszi, és ebben az irányban, hogy akkor az nem véletlen, mert én az életművében talán ezt tartom a legfontosabbnak, hogy az a küldetése talán, ha van ilyen, hogy küldetése filozófiában, hogy az igazat és a jót, hogy mi az igaz, mi az igazság, mi a jó, mi a jóság, ezt keresi, és talán nem találja, vagy nem találja az eddigi filozófiában, vagy filozófia történetben, és éppen ezáltal, hogy erre beszél, hogy ezt nem találja, hihetetlen erőfeszítéssel, ugyanakkor könnyen játékossággal és hihetetlen eredetiséggel, mintha a jóságnak, az igazságnak egy egészen sajátos, egyedi, de mások számára is idézőjelben fogyasztható fogalmait dolgozza ki. Tehát én azt hiszem, hogy Vajda Mihálytól egy etikai hozzáállást tanulhatunk, ami a műveiben végigkísérhető. Ugye az a bizonyos a második korszakom, ugye, és nem az első és a második között, hogy az a politikai szociológia című mindenféle, ami hát mellesleg szóval legjobban érdekelte a világot mindig mindabból, amit valaha is csináltam, és amit én ma már olyan lapos, olyan okoskodásoknak érzem, hogy ez pótcselekvés volt, valóban pótcselekvés volt. Egyszerűen elvesztettem abban a pillanatban annak a lehetőségét, hogy azokról a kérdésekről akárcsak ki is nyissam a számat, amelyek engem a legjobban érdekeltek. Megmaradhattam volna annál, mondván, hogy amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell, és cselekedhettem volna továbbra is pót, és akkor nem csak önmagában Martin, hanem az a ifjú társulat is, egyetlen képviselője van csak jelen, Andris, Kardos Andris, aztán később Otto is valami ehhez kapcsolódott, akikkel fordítottuk ezt a bizonyos Martin Heidegger
És ma hirtelen megint az az érzésem, és most visszatérek ahhoz, amikor te lezártad olyan abrupt módon ezt az egész történetet, hogy mintha most kezdeném azt érezni, hogy ez a filozófia is pótcselekvés. Jelenleg mind dolgozik, professzor úr? Én dolgozom, ezt a kérdésre én sosem tudtam válaszolni, mert nem egy, mert az a dolgozás az ahhoz tartozik, amikor valaki ugye a filozófiát tudományként kezeli. Mindig irkálok ezt meg azt, én még szeretném ezt a globalizáció dolgot egy újabb kötetben lezárni, alapjában véve még két tanulmányt, éppen az előbb rosszan emlegedett Huntingtonról, meg egy Foucaultról szóló tanulmányról, hiszem, hogy összeállt egy újabb kötet, és azon kívül pedig próbálok ilyen önéletrajzi dolgokat. Önéletrajzi regény? Csak sor kerül erre a regényre? Nem tudom, nem tudok regényt írni, ugye. Hogy ez baj. Nem, valamit csinálni az önéletrajzommal, de még nem tudom, hogy hogyan és mint. Rettenetesen nehéz dolog az önéletrajzára. Miután elkezdtem rajta gondolkodni, akkor derült ki, hogy ha teljesen át tudnám az egészet, illetve kulcsregényt nem írok. Amikor az Andrást Lászlónak nevezem el, és akkor ettől most már éppen úgy mindenki tudja, hogy kiről beszélek, ez nem megoldás arra, hogy ne bántsak meg szükségtelenül embereket, hogy tudom, hogy ez a nagyon csúnya, nehéz műfaj. Hol nyúl hozzá ez az önéletrajzi? Gyerekkor az könnyű, csak a gyerekkoromat elfelejtettem. Úgyhogy... Időrendben? Kronológia? Nem. Éppen csak az, ha meg akarom úszni, hogy bizonyos dolgokról beszéljek, amelyek mégis döntőek voltak az életemben, akkor a kronológiát kell legelsősorban felrúgnom. Mennyi van ebből kész? Nagyon kevés. És azt sem tudom, hogy kész van-e, mert még azt sem tudom, hogy ez, amit ebből megcsináltam, hogy ez bármire használható. Önéletrajzi regényen kívül milyen regényt írna a legszívesebben? Nem mondja azt, hogy nem tudja. Nem mondja azt, hogy nem tudja, akkor azt mondom, hogy tudom, de mit tudok? Semmi. Nem. Azt hiszem, hogy hát valami olyan regényt, amelyikben, mert az izgalt, amelyikben a mi világunk valahol plasztikusan elénk beáll. A mi magyar világunk? Hát igen, mert itt élek. Hát de ez a magyar világ nincs leszakadva sem arról az Oroszországról, amelyiknek a vazallusai voltunk 40 éven át, sem arról a német kultúrkörről, amelyik egyre kevésbé létezik, de mégis valamilyen értelemben van, és hat, és eleven, sem úgy a tágabb értelemben vett Európáról. Hát az egyéb minél messzebb mondjuk, annál kevésbé volt itt olyan masszívan hatékony. Kis Balkán is jön ide bele ebbe, ugye, meg mit tudom én, micsoda. Tehát nem lehet az, hogy a mi magyar világunk, mert hol húzza meg a határt, most a trianoni határoknál, vagy egy kijebb, ennek semmi értelme nincs. De az, ami engem körülvesz, ami... De ne tessék félni, nem írok ilyen regény, nem tudok. Ennek az a neve, hogy családregény. Mondja. És hogy kerül erre? Nem tudok figurákat igazán megalkotni. Valami egészen nyelvi és szerkezetbeli trúvájra lenne szükség. Ezt annyira határozottan mondja professzor úr, hogy mit nem tud, hogy ezt már kipróbálta? Hogy mit nem tudok? Nem próbáltam, csak gondolkodtam rajta, hogy hogyan lehetne. Nem próbáltam. Köszönöm szépen, nem provokálom tovább. Jó, köszönöm. Hogyha Vajda Mihályt kivonnánk a magyar filozófiai hagyományból, illetve a nemzetköziből, akkor mit veszítene ez a hagyomány? Hát a magyar filozófia hagyomány bizonyára igen sokat veszítene. Az egyrészt a személyében, miután a személye egy olyan komplex, érdekes, összetett valami, amiben mind a változó, mind pedig az állandó mozzanatok nagy jelentőségűek a magyar filozófiai élet szempontjából és annak az alakulása szempontjából. Nem csak a tanítványról beszélek, hiszen Vajda Mihálynak kisugárzása van, és a kisugárzása következtében igen sokan nagyon melegen ragaszkodnak hozzá barátok és tanítványok körében, hanem bizonyosan a szelleme is, amelyik egy
hosszú időn keresztül megakadályozta azt, hogy bizonyos filozófusok kizárólag egy hivatali munkának tekintsék a filozófiát, kizárólag valaminek, amiből állás lehet szerezni, vagy ahol sok lábjegyzetet lehet írni, nem vajdafél lábjegyzetet, hanem tradicionális lábjegyzetet. Tehát a filozófia élővé maradt, és élővé vált. És ez többek között talán elsősorban Magyarországon Vajda Mihálynak köszönhető.